Michael Jackson slágere után műfajváltás következik, és belecsapunk a rockba. A világ szerte több mint 100 millió lemezt eladott együttes bekerült a Guinness Rekordok könyvébe is, mint a leghangosabb popzenekar. A Deep Purple 1969 nyarán alakult, kialakult klasszikus felállása Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Page, Richie Blackmore 1973-ban feloszlott. Ez a felállás jelentette az együttes legsikeresebb korszakát, és olyan klasszikus rockdalokat került az utókor számára, mint a Black Knight, a Fireball, a Hive Star, a Child in Time, vagy a minden idők egyik leghíresebb gitár riffjével indító Smoke on the Water. Ezt követően az együttes még kiadott néhány lemezt a 70-es évek derekán, de 1976-ban feloszlott a formáció. Ám de 1984-ben újra összeállt a klasszikus Page, Lord, Gillan, Blackmore, Glover felállású Deep Purple. 1994-ben Steve Murs lett az együttes gitárosa, 2001 óta pedig Don Airey kezeli a billentyűs hangszereket. Az alapító tagok közül ma már csak Ian Page tagja az együttesnek. A zenekar különböző felállásait a Mark előszóval különböztetik meg, Mark 1, Mark 2, Mark 3. A továbbiakban Simon Peter vezényli a Smoke on the Water-t.